Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, srácok, jön egy kis Warframe, Kontent content jött a Warframe-be, na jó, van azért annyira, annyira sok content nem jött, igazából csak elindult a Nightwave-nek a következő epizódja, mondjuk így, és ennek örömére behoztak egy új boss és ez az új boss, ez dob egy új milli fegyvert, hát nem is milli fegyvert, hanem glév. glévet, tudjátok mint el lehet dobni. És ezt lehet nála kifarmolni, kemény 33,33% 33 eséllyel dobja a részeit, viszont bejutni hozzá um, egy elég idegesítő módon lehet, sajnos. Na most a Digital Extreme nagyon jól kitalálta, hogy hogyan dobja fel az infested Játék, az Infested Outbreak játékmódjait. Ugyebár uh, ahhoz, hogy kulcsot szerez a bosshoz, ahhoz menned kell három darab, vagy kétszer három darab Infested Outbreak küldetést, ami éppen elérhető. Végig játszod ezeket, ezeket a küldetéseket, napjába csak kettő kulcsot szerezhetsz meg. Csak kettőt, és az felér hat Infested Outbreak Küldetéssel. Ez biztos nem azért találták ki, mert hogy az invázió küldetéseket már szinte senki nem játszott. A minden esetre egy nagyszerű módja annak, hogy az embereket visszacsalogassák abba, hogy az invázió küldetéseket uh, csinálják, és uh, ja. Megcsinálsz hat ilyen küldetést, kapsz kettő kulcsot, de vigyáznod kell, mert a bolygókon, ahol az invázió küldetések vannak, ott van az emiszeri űrhajó. Na most ez az emiszeri űrhajó, az egyik egy random játékmód, a másik pedig maga az assassinate kell, hogy legyen, úgyhogy megkeresed melyik a bolygónál van az assassinate mission, és uh, oda fogsz bemenni. Kísér van, tehát addig nem fog beengedni, uh, amíg mindenkinek a csapatodban nincs egy ilyen kulcsa. A következő dolog, valószínűleg ez a boss, ha lejár ez a Nightwave teljesen, ez az évvad, ez a, év a Nightwave-nek ez az évadja, akkor um, ez a boss véglegesítve lesz. Valószínűleg ezeken a kis Nightwave-szerűség alerteken, extra pontokon, vagy hívjátok, ahogy akarjátok. Térjünk le a lényegre, hogy kell legyőzni ezt a boszt, hogy ne legyen macera. Nagyon érdemes vinni. Kétfajta Ki frame-et vihetsz. Vihetsz egy nuke és vihetsz egy olyan frame amivel semmi másra nem kell figyelned, csak arra, hogy ő él, mondhatni. E, így is az én választásom a szarin volt a nuke miatt, mert a boss me mechanikája olyan, hogy a szarinnal úgy éreztem, hogy leegyszerűsítem a dolgomat, mert maga a küldetés egyáltalán nem nehéz. Hogyha négyen vágtok neki, akkor a boss az, az, nem igazán tud rád fókuszálni, a sebzése pedig elenyésző, és a többi, és a többi. Az egésznek a környezete az úgy néz ki, hogy olyan, mint hogy a derelékben lennél, ugye, <coughs> mégis itt derelék tűrhajó, um, és sebezhetetlen enemik beütközöl, ami után elérsz a bosshoz. Tehát a bosshoz elérsz, lesebzed az életét, és egy ilyen sebezhetetlenségi fázisba fogsz belefutni. És akkor szinte minden sebezhetetlen lesz körülötted, minden infeszted, ami neked olyan sebezhetetlen lesz. Na most, és maga a boss is. Hogy elkerüld ezt a sebezhetetlenségi fázist, a játék jelezni fogja neked egy kis piros pöttyel, hol van a lelövendő enemi. Oda mész a lelövendő enemihez, ami egy ilyen emiszeri űrge lesz, azt az emiszeri űrgét, és ő el fog dobni, kékkel jelző a játék, el fog dobni egy ilyen lámpást. A lámpást fölveszed, odamész a bosshoz, és elkezde, elkezded sebezni, de csak a lámpának a ható körén tudod, a ható körén belül tudod sebezni. Uh, hogyha a hatókörön belül ölöd az infestereket, akkor a hatókör megnövekszik, szóval nagyobb hatókörben fogod tudni sebezni a boszt, és mindenki más körülötte. Na most, egy adott uh, ponton a boss, az szét fogja törni ezt a lámpát, és megint uh, visszamegy a sebezhetetlenségi stádiumba, továbbá elkezdi hílelni magát, hogy gyógyítja magát, ugye de ezt úgy csinálja, hogy hozzá kapcsolódik azokhoz az infestedekhez, amik ott vannak körülötte. Na most ezt a legegyszerűbb egy nuke frame-mel megcsinálni, mint a szarén, onnamész ultizel egyet, elhullanak egyszerre szinte az összes um, infested, amire rácsatlakozik a boss, és innentől kezdve már uh, ismételni kell a dolgot, megint csak lelövöd azt az emiszerét, aki jelz neki a térkép fel, a lámpást, el a bosshoz, lőd a boss, boss felrobbantja a lámpás, rácsatlakozik a körülte lévő infeszerője, híleje magát, ellövöd az infeszteket, és, bla, így, így tovább, és így tovább, és cserébe, uh, ugye, ehhez a kemény 33,33% esélyjel um, fogsz kapni ezek, ennek az új Glévnek a, a darabjait. Ami amúgy egy egész uh, pofás uh, Glévike, de um, ki tudja, akinek szerencséje van, az kifarmolja három nap alatt, akinek nincs szerencséje az hogy fél év múlva, és ezzel fog kilódni, mivel hogy napjába csak kettő kulcsot lehet kapni um, ehhez a kis küldetéshez. Szóval, ja, ez van gyerekek, de majd, ha véglegesítve lesz a boss, akkor um, halál mindegy. De hogyha véglegesítik, és akkor is így lehet hozzá bemenni, hogy invázió küldetéseket kell menni, ami kulcsot adnak, blablabla, bla, bla, akkor nagyon-nagyon macera és mérges durca leszek, de most de jó, mindenképp egy ötletes ötlet, hogy az emberek visszamenjenek és invázió küldetéseket csináljanak, um, mert szerintem ezek a küldetések mostanra már, a mai warframe már nagyon elavultak, és valamit lehetne csinálni, amitől feldobja őket az ember, és ez, ez mindenképpen feldobja, mert valamiféle célt ad, amiért invázióra el lehet menni, és ja, kapsz, kapsz a végén valami többet, mint amit az inváziók ajánlanak ma nagy semmi. Ennyi lett volna ez a videó, egyféle kis rövid a kis új boss, mert hogy történt valami új a Warframe-ben. De ja, ennyi lenne. Nagyon köszönöm a figyelmet. A következő videóig iratkozz föl, nyom rá a csengőjelecskére, hogy értesítést kapj a videóimról. Discord szerverünk bárki számára elérhető, nem csak Warframe-eseknek. Klánunkba is lehet csatlakozni Warframe-eseknek. Link a videó leírásában vagy jelölj be a játékban. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!